Hello. Én Zoli vagyok. Ez pedig, amit játszom környék. Csak óvatosan. Ha már ideig eljöttetek, vándorok, mondok 7 játékot, ami elég vesztelnes. De előtte megmérem a magasságotokat, hogy mekkora dobozra van szükségetek. A western téma nagyon régóta izgalomban tartja a játékkészítőket, és nagyon hálás téma. Kézzel fogható az atmoszféra, és nagyon szép, amikor egy játék témájában nagyon szépen körbejárja az adott világot. És hát nagyon egyszerű dolgunk volt, amikor elhatároztuk, hogy 7 klasszikus western hangulatú játékot fogunk nektek bemutatni. Az egyik legnépszerűbb western játékot nem kifejezetten kedvelem, ez a Bang alapjáték, ami kártyákkal játszatja meg a játékosokat. Ha már Bang illik rátenni erre a listára, akkor a The Dice Game a kockajátékot javaslom. Most már a Wayne Csehó kiegészülve nagyon sok kalandot tartogat, nagyon praktikus hosszúsággal, különleges karakterképességek vannak, tök jó indiánok, és ígyunk jó sok sört, és lövöldözzük ki a renegátokat, izgalmas kis játék, és hogyha Bang világában szeretnétek barangolni, akkor a Dice Game, a kockajátékot javaslom. Év játéka díjas volt a Colt Express című játék, amelyet díszlet közé rakja a játékosokat, programozunk, western programozás, nagyon vicces állítás a játék részéről. Lövöldözünk egymás közben, raboljuk a vonatot, közben mozog a sheriff jobbra-balra. Bizonyos szempontból kiszámíthatatlan, de az okos játékosok ügyesen találnak kicsi stratégiai, taktikai ívet a különféle kártyák között. Nagyon különbözőek a karakterképességek is. Egyszerűen ordít az autentikusság a tábláról, a játéktérről, hogy ott az a vonatdíszlet, és ott vannak a kis kaktuszocskák, úgyhogy a Colt Express egy igazi western vonatrablós játék, ahol nem opció az, hogy szépen békésen a többiek mellett ott elvagyogatunk. Itt bizony golyózápor várható. Ha zsivány játék, akkor nekem legelőször a Longhorn jut eszembe. Bruno Catala csak ketten játszható társas játéka, fantasztikus, marhákat lopunk, és helyzetbe hozzuk a másik játékost. Nagyon sokféle nyerési kondíció van, nagyon trükkös, ügyes, zsivány, nagyon nehéz a sheriff felújat húzni, és szépen lopogatjuk a kis marhácskákat, de hogy jusson is, maradjon is, nagyon sokszor bizony a legjobb helyzetből is legrosszabb helyzetbe kerülhetek. Igazi kis rossz arcúaknak való kis a rossz arcú társas játék. Zseniális. Éreztétek jönni mi? Flick 'em up, azaz a vigyázat vadnyugatnak bérelt helye volt ezen a listán. Konkrétan lövünk. Pröckölünk, a támlán megpróbáljuk eltalálni a többi játékost, itt is, mint a Colt Expressben dübörögnek a díszletek, egyszerűen harapható az a forróság, ami egyébként árad a játéktérről. Különféle küldetések vannak, egy küldetés füzeten keresztül mennek a játékosok, és állítják be a különféle díszleteket. Két csapat van, egymással lövöldöznek, nagyon jó hangulat, nagyon jó kezeli játékos számot, nagyjából 5-6 fő, így nagyon szépen sorba kerül mindenki, tök jól számogatjuk az életeket, és alapvetően egyszerűen fantasztikus érzés az, hogy aktivitást kér a játékosoktól, és tényleg nem csak a taktika érzék számít, hanem nagyon sokszor a kézügyesség is, a vigyázat vagy nyugodban. Egy nagyon könnyed játék után jöjjön egy meglehetősen komoly, és ez a Great Western Trail, ez egy mesztic játék, nagyon sok különleges mechanizmus elegye, ez a társasjátékos csoda, 2-3-4 játékosra optimalizált. Egyszerre egy csordát vezetünk végig Kansasig, választhatunk egy csomóféle útvonalat, de közben menedzselnünk kell a vonatot, és egyébként oda kell figyelnünk a különféle épületekre. Szenzációs mélységei vannak ennek a különleges társasjátéknak, és mindamellett, hogy nagyon jól számolható, bizonyos pontokon szerencsével rendelkező társasjáték, érződik a téma, és tényleg a vadnyugaton, a békés vadnyugaton érzem magam. Fantasztikus tudsz. Szerintem kevesen ismerik a Dice Town című, nagyon kedves, könnyed, kockadobálós társasjátékot, ahol a forduló elején a játékosok kockával dobnak, hogy az adott helyszínek közül melyiket szeretnék használni. És van egy sheriff, és a sheriff dönt az egyenlőségről is. Hogyha valaki sheriff szeretne lenni, akkor viszonylag könnyebben megszerezheti, de meg lehet vesztegetni a sheriffet, és elmehetünk a bad luckhoz, akkor elmehetünk a rögöket gyűjteni, akkor területeket vehetünk. Fantasztikus, egyszer haraphatóan elmehetünk csajozni. Jaj, csodálatos társasjáték a Dice Town, kockadobálós és tocsog a témától, ha tehetitek, keresetek rá. Klassz tudsz. És hát végül, de nem utolsó sorban, 7. és egyben fő helyre tettem a Vadnyugati legendák, a Western, a társasjáték című
quintesszenciáját mindannak, amit ebben a zsánerben, ebben a műfajban látni szeretnék. Barangolunk, csordát terelhetünk, bankot rabolhatunk, akkor különleges neve van a különleges alkatrészeknek, egyszerűen ott érzem magam a Vadnyugaton, története van a karaktereknek, nagyon sokat megtett a kiadó azért, hogy tényleg ott érezze magam a helyszínen. Lehetek jó fiú, lehetek rossz fiú. Az összes eddigi felsorolt játékban mindig egy icipicit visszaköszön. Csodálatosak a választások a játékban, a póker hangulat, az, hogyha jó fiú vagyok, akkor mehetek a rossz fiúk után, számtalan lehetőség és számtalan interakció játékosok között. Én nagyon örülök, hogy megjelent magyarul ez a társasjáték, és nagyon nagy büszkeséggel tettem föl erre a listára. Korábban elkészítettük volna ezt a 7 vadnyugati játék listát, de bevártuk ezt a játékot, hogy egyben főhelyre feltehessük erre a listára. Én nagyon-nagyon szeretem, és hogyha western műfajjal kacérkodtok, akkor a vadnyugati legendáknak ott a hely a polcon. Nagyon szeretem a tematikus játékokat, és szeretem a western műfajt, és csodálatos látni, hogy egy ilyen kézzel fogható, rengeteg stílusjeggyel rendelkező téma társasjátékoson keresztül társasjátékos asztalra hogy tud lekerülni. Bízom benne, hogy egy-két cím felkeltette az érdeklődéseteket, ha még nem ismertétek volna. Hogyha tehetitek, játszatok jó sok western hangulati játékot, mert rengeteg véle van. A leírásban egyébként oda lesznek ezek a játékok felsorolás jelleggel is írva. Bízom benne, hogy tetszett ez a rész. Ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, minél többek kezel is van ez a tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot, és csak óvatosan, sziasztok! Még mindig itt vagytok? Vége van! Menj a dolgodra, hely! Hívjam a serifet? Ja, vagy te vagy serif? Üdvözlöm, kedves serif!